Üdvözlöm a Kultúrszoba nézőit! Közel 30 esztendeje annak, hogy utoljára pénzlelet került a Szekszárdi Vosinczky-Mohr megyei múzeumba. Most viszont Simontornyán bukkant egy lakos különleges kincsre. A több mint 1600 darabos lelet egy korsóban pihent és javarészt magyar, osztrák és török ezüst érmékből áll. Ezek a pénzérmék a törökkorból valóak. De ez csak az egyik érdekességük. A másik, hogy Simontornyán találta valaki, és teljesítve állampolgári kötelezettségét bejelentette a múzeumnak. Az ásatás eredményeként egy kancsóra bukkantak a régészek, mely 1600 pénzérmét tejtett magába. Tolna megyében 30 éve nem volt pénzlelet, mondja Ódor János Gábor, a Vosinczky-Mohr megyei múzeum igazgatója, tehát ebből a szempontból is kiemelkedő jelentőségű a történet. Előkerült néhány érem, és a találó, mivel ismerte a kapcsolódást a múzeumhoz, ezért bejelentette, megkérdezte, hogy ezzel most mit kell csinálni. Természetesen hozzám jutott ez a telefon, én akkor mindjárt mondtam, hogy meg kell hány, ott kell hagyni, és akkor majd másnap mindjárt, mert ez viszonylag késő este volt már, másnap kora reggel akkor jönnek a régészek, és megnézzük, hogy egyáltalán egy régészeti korú jelenség vagy sem. Ez másnap azért bebizonyosodott, sőt az is kiderült, hogy egy oldalára dőlt kis, nem egészen 20 cm-es sárga füles korsó került oda elrejtésre, amelynek a sarka meg volt sérülve, valószínűleg már az elrejtés során is így megrottyant az edény, amiből adódóan néhány érem kikerült belőle, viszont ezt követően sikeresen feltártuk, azt dokumentáltuk, megröngeneztük, amiből kiderült már, hogy az edénynek körülbelül a válláig, tehát a kétharmad részéig tele van éremmel. Az érmek közül több összetapadt, így egyenlőre pontos számot nem lehet mondani. A kincslelet egyaránt magába foglal magyar, osztrák és török pénzeket. Régész tárta föl, tehát alelő körülményeket is sikerült megfigyelni. Az, hogy restaurátor segítségével nagyon apró részleteket sikerült megfigyelni az edénybe helyezett pénzeknek a szerkezetéről, tehát hogy hogyan kerültek elhelyezésre az edénybe a pénzek. Szalmadarabok és növényi maradványok maradtak az edénybe, tehát ami valahol azt sejteti, hogy ez valami hirtelen és gyorsan összebeledobált dologról van szó, és úgy került elrejtésre. Mindegyik alátámasztja azt a feltételezést, hogy mint általában a pénzleleteknél, hogy ezek a történetek mögött mindig valami tragédia rejlik, ami nem más, legalábbis jelen esetben, mint a török foglalás, tehát ami jelen ismereteink szerint 1542-es az utolsó érem, de hát ez majd még a restaurálás során ez még esetleg változhat, de az érmeknek az összetétele Hunyadi Mátyás 1460-as évektől vert pénzeitől egészen 1542-ig húzódik a sor, tehát II. László, II. Lajos, I. Ferdinándnak az érmei épp úgy vannak benne. Tehát ez egy hosszabb időn keresztül, 50-60 éven keresztül halmozódó kis pénzlelet vagyonkáról van szó. A lelet legértékesebb darabja az az 5 aranyforint, melyből 2 Hunyadi Mátyás, 3 Szapolyai János pénzverdéjéből való. A legutolsó évszám 1542, így ezt követően valamikor Buda 1541-es elfoglalása és Simontornya 1545-ös eleste környékén kerülhetett a földbe. A lelet tudományos feldolgozása már folyamatban van. Utoljára 1992-ben jutott a múzeumba pénzlelet. Ha jól gondolom, országosan sincs egy évben egynél több pénzlelet, ami múzeumokba kerül, de lehet, hogy 2 évente. A mi múzeumunkban közel 30 év után jutott így, ami, ahogy említettem, azért is még inkább különleges, mert hogy régész által föltárt módon sikerült. És természetesen van információnk a fekete kereskedelemben előforduló és azok ott kézen közön elkerülő pénzekről, pénzleletekről. Sajnos ugye a pénzek azok nagy csáberőt képviselnek, tehát azt nagyon sokszor a találó azt gondolja, hogy ezáltal érdemes meggazdagodni, hogyha ezt a fekete piacon értékesíti, azonban azt tudni kell, hogy minden földben lévő régészeti lelet az állam tulajdonába tartozik, és hát ezáltal, hogy múzeumba jutott, így a nagy közönség számára is el tud jutni, úgy nem csak birtoklás szempontjából, hanem az információ is, ami mögötte van.
A pénzérmék összértéke körülbelül 3 ököd árával egyezett meg, a maga idejében, ami jelentős értéket képviselt, mondja Odor János Gábor. A feldolgozás után egy kamara kiállítás nyílik majd várhatóan jövő májusban, melynek keretében a megtaláló is elnyeri méltó jutalmát. Találkozót tartott a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége a Szekszárdi Vármegyeházán. A rendes működési feladatok egyeztetésén túl tisztújítás is napirenden volt. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége minden évben vagy fél évente mindig máshol gyűlik össze. Ezúttal Szekszárd városára esett a választás. Felmerült a kérdés, miért fontos az ország múzeumai közötti kommunikáció. Alapjában azért fontos ez a múzeumi szövetség, mert Magyarországon a kisebb és vidéki múzeumoknak nincsen olyan szervezete, ami összefogná őket. Nekünk 90 tagunk van, természetesen jóval több múzeum van, mégis nagyon fontos, hogy a megyei hatókörű városi múzeumoktól elindulva egészen a kiállító helyekig legyen valahol egy olyan fórum, ahol egymással tudunk beszélgetni, és azokat a problémákat, amik felmerülnek, főleg így a Covid kapcsán, vagy a közalkalmazott és az MT átalakulás kapcsán meg tudjunk beszélni, tapasztalatainkat ki tudjuk cserélni. Azt hiszem, hogy a múzeumi világnak ezt a fajta sokszínűségét tényleg egyetlen más szervezet se tudja úgy összefogni és bemutatni, mint ahogy mi ezt bemutatjuk, és ha most éppen tisztújító ülésről van itt szó Szekszárdon, úgyhogy ez nagyon fontos ez a mai találkozó, úgyhogy remélem, hogy a következő elnökség is erre nagyon nagy hangsúlyt fog fektetni, hogy ez a fajta sokszínűsége megmaradjon ennek a szövetségnek. Ez a legnagyobb taglétszámú múzeumi érdekvédelmi szervezet Magyarországon. Elsősorban az egykori megyei múzeumok, illetve a belőlük kivált tagintézmények, városi múzeumok, kisebb kiállítóhelyek a tagjai. Magyarországról több mint 60 tagja van, illetve határon túlról még 30 néhány, tehát egész Kárpát-medence szerte, akik tagjai. Most Magyarországról jöttek, 63-ból, ha jól emlékszem, 41-2 jelezte a részvételi szándékát. Ez azért fontos, hogy azért több mint 50% eljöjjön és határozott képes legyen a közgyűlés. Mert hogy egy új elnökség is megválasztásra került, ami azért is olyan fontos, mert ez az elnöki bizottság választja ki önmagából az új elnököt. És ami nagyon fontos ennél a szövetségnél, hogy jó lehet 5 évig ülünk mi össze, vagy ültünk mi is össze, de minden évben új elnököt választunk. Ez egyfajta demokráciának a követése is, mert azért 5 év alatt természetesen sok mindent ki lehet alakítani egy elnöknek, de fontos az, hogy mindig változzon az elnök az elnökségen belül, és hogy mindenki szóhoz tudjon jutni. Ezen túl természetesen a felügyelőbizottság és egyéb más kisebb tisztségek is meg lesznek ma választva, de azt hiszem, hogy az elnökség a legfontosabb. Igazából most mi egy beugró vendég szerepében vagyunk, mert eredetileg Erdélyben, Székelyföldön lett volna az ezévi találkozó, de hát ott még a magyarországinál is bizonyos szempontból nehezebb a helyzet, úgyhogy ide kellett viszonylag gyors szervezéssel, vagy hát körbekérdeztek, és akkor mi ezt a feladatot vállaltuk. Fölmerült az is, hogy online kerül megrendezésre ez a rendezvény, de mivel tisztújításról van szó, tehát új elnökség, illetve új elnök kerül megválasztásra, ezért az alapszabály nem tette lehetővé az internetes szavazást, úgyhogy most itt ez lesz itt napirenden a mai délután. Teljesen világossá vált, hogy a múzeumoknak is a Covid-járvány a legfontosabb problémája 2020-ban. Alapjában véve a múzeumok nagyon nagy lendülettel indultak el az év elején. Több olyan kiállítás is volt, amit utaztatni szerettünk volna Magyarországon a Vidéki Múzeumok Szövetségén belül. Sajnos ugye ez március közepétől nem valósulhatott meg. Ami érdekes egyébként, hogy márciusi lockdown után nagyon visszaesett a látogatók száma, de mégis a nyár folyamán az itt Magyarországon eltöltő, szabadságát töltő családok látogatták múzeumunkat, vagy akár külföldről is többen érkeztek. Úgyhogy nagyon sok múzeum, hála jó Istennek, ez egyébként más, mint az országos múzeumoknál, igenis a látogató számát tudta hozni júliusban és augusztusban. Természetesen most megint egy kicsit visszaesett ez a látogatószám, és főleg számunkra a nagyon fontos múzeumpedagógiai programok is most nem működhetnek, mert egész egyszerűen a gyerekek nem jöhetnek ilyen nagyobb közösségekbe. De ez is egy nagyon nagy feladat, hogy hogyan oldjuk meg mindezt, hogy hogyan gondoljuk át a mi létünket, és hogyan tudunk online terekben megjelenni. És ez az online megjelenés nem csak a szokásos YouTube, TikTok és az egyéb megjelenések legyenek, hanem ténylegesen hogyan tudjuk oda csalogatni a látogatókat. És azt hiszem, hogy
Természetesen Covid egy borzalmas esemény egész Európában, vagy az egész világon, de mégis ez az egy pozitívum van, hogy elkezdünk másképpen gondolkodni. És ez a helyzet rákényszerített minket arra, hogy másképpen gondolkodjunk, úgyhogy az következő elnökségnek ez egy nagyon nagy feladata lesz, hogy ez a munka ne álljon meg, hanem folytatódjék. A múzeumok finanszírozása is változóban van. Az utóbbi időszak megmutatta, hogy pusztán állami és önkormányzati fenntartásból nem működhethetőek jól az intézmények. Tehát minden múzeumnak át kell gondolni azt, hogy melyek azok a bevételi forrásai, amivel tudja növelni, és érdekesebbé tudja tenni akár a kiállításait is. Természetesen a fenntartó és a minisztériumi finanszírozás nélkül nem nagyon tud létezni egy múzeum, de a hozzá pluszan adott bevételeket, akár a régészet, ugye ez is azért még egy nagyon fontos bevétele azoknak a múzeumoknak, ahol van régészet, de emellett a múzeumpedagógia jelent meg nagyon sok helyen, mint egy fontos bevételi forrás, egész egyszerűen a gyerekeknek tehát a gyerekeken keresztül való megfogás akár a szülőknek is, vagy a családtagoknak, tehát nagyon sok múzeumi vezető tényleg erre appellál, hogy aztán elhozzák a gyerekek a családtagjaikat is. Az a korosztály, ami nehezebben megfogható számunkra, nagyon sokszor külföldre mennek, tehát ez a 18-19 évestől 35 évesig. Azt hiszem, hogy ez az az új terület, ahol más elemekkel kell megfogni, mert ők nem azok a klasszikus, a nagymamával eljövök és megnézem a kiállítást, felolvassák nekem, elmagyarázzák a szülőkkel, családi programokra jönnek, hanem ez a korosztály az, ahol más dolgokat kell nyújtani a fiataloknak. És azt hiszem, hogy pont ez a réteg az, amely hajlandó is kiadni, akár pénzt is arra, hogy jól érezze magát egy múzeumban. Ez legyen akár egy borkóstolóval összekötve, vagy bármivel, tehát egy másfajta, vagy akár egy színi előadással a műtárgyak előtt. Nagyon sok olyan lehetőség van, akár magyarországi országos múzeumokból példát hozva, itt gondolok a galériára, vagy a Szépművészeti Múzeumban, vagy akár külföldről, amivel meg tudjuk mozgatni ezt a korosztályt is. Azt hiszem, az a legnagyobb probléma, hogy ez a korosztály nem is tudja pontosan, hogy milyen lehetőségek vannak akár a vidéki múzeumoknak a falai között is, ami őket is érdekelni, és emiatt elmegy külföldre, de ugyanígy itthon is megkaphatná mindezt. Volt egy apropója, ami miatt mi eleve erre az évre jelentkeztünk. 125 éve alapították a múzeumunkat, úgyhogy ez egy kerek évforduló 1895-ben. Nyilván nem ilyen évfordulót terveztünk, meg hát senki nem így tervezte ezt az évet, de ettől függetlenül nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy egy ilyen reprezentatív országos szervezet eljött hozzánk, és hát köszönhet a kormányhivatalnak is, hogy itt a Megyeháza dísztermét rendelkezésünkre bocsátotta. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre bővülő létszámmal indulnak a versmondó versenyek. A szavalás ismét divatba jön. Ezt a tendenciát tükrözte vissza a Fedorka Sose volt országos versmondó verseny is. A zsűri véleménye szerint nem csak az indulók száma, hanem a minőség emelkedése is jelzi, egyre többen a versmondásban találják meg az önkifejezés eszközét. Tilos kutyát hazahozni utcáról, főzelék féléket félig otthagyni, homokot hajgálni, és kavicsal, és folyton moziba akarni menni. Teljesen fölöslegesen sikítozni, mint a hülye gyerek, sikítni tilos. Ebben az esztendőben már 9. alkalommal szerveződött meg a Fedorka Sose volt országos versnap. Az idei versenysorozatra több mint 200-an adták be jelentkezésüket, köztük 81 nevezőt hívtak be a döntőbe. A verseny folyamatos népszerűsödésére jellemző, hogy 37 településről nyújtották be a versmondók indulási igényüket. A kezdetek kezdetén mondhatnám az 2011-ben, közel 60-an jelentkeztek a versenyünkre, és hogyha a számokat tekintjük, akkor az idei évben már elmondhatjuk, hogy 200-an jelentkeztek. A 60 versenyzőből annak idején 30-at hívtunk be, idén 80-at hívtunk be. Hogyha a számokat nézzük, akkor azok mutatják azt, hogy nagy érdeklődést váltott ki már, azt mondom, a fiatal verskedvelő barátok körében. És hát ez nem csak a számokban mutatkozik meg, hanem a minőségben is, hiszen évről évre vannak olyan versenyzőink, olyan verskedvelő barátaink, akik visszalátogatnak hozzánk. Én gyerekkoromban szerettem volna verset mondani, mesét mondani, nem sikerült. És nem azért, mert nem olyan tanítóim voltak, hanem azért, mert egyszerűen nem tudtam kiállni a színpadra, és nem tudtam képviselni azt, amit az én tanítványaim, vagy éppen ezek a jelenlévő gyerekek tudnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ember úgy szokott cselekedni, hogy amit nem tud megvalósítani, azt a gyerekén keresztül szeretné elérni. Hát én valahogy így vagyok ezzel.
Tudi Bálint színművész a zsűri tagja tapasztalatai alapján állítja, szükség van a versmondó versenyekre, és örömmel tapasztalja, egyre többen jelentkeznek. Az elmúlt fél évben online is tartottunk versenyeket, most éppen egy olyan időszakban vagyunk, amikor még így személyesen is meghallgathatjuk a gyerekeket, illetve akár a felnőtteket is. Egy évben én magam egy olyan 15-20 versmondó versenyen is meg szoktam fordulni, és arról is beszámolhatok, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy elég erősen felfelé ívelő tendencia van. Egyre többen vannak, és egyre nagyobb kincseket, csiszolatlan gyémántokat is találunk, akik már most nagyon komolyan foglalkoznak irodalommal, nagyon jól mondanak verset, nagyon értik, hogy miről beszélnek, és ezt szívesen tárják a közönség elé is. Elindult egy generáció, jött egy új, friss csapat. Talán mérhető is rajtuk, van ez az általános iskolai időszak, amikor még nagyon kicsik, még nagyon őszinték, még nagyon könnyen meg tudnak nyílni és el tudnak mondani egy verset. Aztán megérkezik a kiskamaszkor, amikor egy picit visszafogottabbakká válnak, és aztán jön egy nagyobb, egy erőteljesebb kamasz impulzus, ami éri őket, amikor egy picit behatárolódik az érdeklődési körük. De azt mondhatom, hogy a kamaszkor pszichikai zavarai vagy a pszichikai nyomása mellett még abban a korosztályban is nagyon komoly megnyilvánulásokat találunk. Azt tanultam meg megint, hogy tényleg nem kell készülni, hogy mi lesz, hanem át kell adni magunkat annak, amit kapunk. És most egy olyan élménynek tudtam átadni magam, aminek borzasztóan örülök. Van egy korosztály, a picik, akik alapból jól mondanak verset. Tehát élvezzük a versmondásukat, mert a gyermeki báj, ha tetszik, az emberi báj van benne a versmondásukban. Olyan pedagógusaik, szüleik vannak, akik jól választanak nekik verset. Tehát, hogy az életkoruknak megfelelő történeteket kell nekik a versen keresztül tudomásunkra hozni, és ebben ők jól érzik magukat. A másik része a dolognak, a felnőttebbek, ugye ez a kamasz korosztály már nagyon labilis lelkileg, hol a csúcson vannak, hol lesüppednek, tehát itt is észre lehet venni, hogy vannak, akik sokkal jobban tudnának verset mondani, csak valahogy most nem voltak jó paszba. Aztán vannak olyanok, akik az egyik verset nagyon jól mondják, a másikat meg nagyon gyöngén mondják. Tehát ez a labilitás, ez mindig benne van ennek a korosztálynak a versmondásában, de ez nagyon szépen fog érni, és itt nem az a lényeg, hogy most milyen zseniálisan mondja a verset, hanem az a lényeg, hogy a személyiségén keresztül hogy tudja átszűrni a verset, hogy a személyiségén keresztül hogy jut el hozzám az a fajta üzenet, amiért ő ezt a verset mondja. Mi van a világ után? Kérdeztem. Butaság, mondták. A világ után nincs semmi. A világ után is világom. Akkor ez csak olyan, mint a ma, tegnap, holnap. Én abban hiszek, hogy mindenki fejleszthető magához képest. Tehát ha egyszer már itt van, ha vette a fáradtságot, hogyha megérezte ennek az ízét, hogyha beletett valamiféle munkát, már a szöveg megtanulása is egyfajta munka, akkor mindenkinek lehet adni egy lehetőséget és mutatni egy irányt, hogy mivel tudja magát fejleszteni, mivel lehet ez jobb, élvezhetőbb neki is és a hallgatóságának is. Tehát nem ismerünk elveszett előadót. A célunk az, hogy ameddig bírjuk, addig karoljuk és tápláljuk a fiatalokat ezzel. Ha más nem, az nagyon fontos, hogyha a versen keresztül találják meg a lelki bajaikra, vagy a lelki örömükre a vigasztalódást, az éppen az öröm táplálását, akkor már elértem a célomat. De én a drámaórák keretében is látom azt, hogy vannak olyan fiatalok, akik nem biztos, hogy szóban tudják kifejezni magukat, nem biztos, hogy a saját szavaikkal tudják kifejezni magukat rajzon, vagy bármi más művészeti lehetőségen keresztül, de éppen a versen keresztül is tudnak megoldást találni a problémáikra akár. Kicsi, gyere velem rózsát szedni, kislány a zongoránál. Nem csak a 20 éveseké a világ. Többek között ezek az örökzöld slágerek hangzottak el Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban tartott nagyszenes gálán. Az egyik legnagyobb magyar szövegíró, zeneszerzőre emlékeztek az eseményen. Thank you.
Ennyire népszerűek Szenesi vándalai. Kevés olyan ember van ma Magyarországon, aki nem ismerni ezeket a dallamokat és szövegeket. A 60-as, 70-es években több jelentős magyar énekes is sikerre vitte Szenesi vándalait, többek között Kovács Kati, Kós János, Szécsi Pál, Korda György, és még sorolhatnánk. A gála estet a Szenes család köré építették, hiszen nem Szenes Iván volt az első és nem is az utolsó tehetséges dalszerző a családban. Édesapja Szenes Andor és lánya Szenes Andrea is a kiválóságok között szerepel. Többször volt olyan műsorunk, amikor egy szerzőre emlékeztünk meg, Kálmán Imrére, Lehár Ferencre, így voltak különböző műsoraink, és aztán ebből jött az ötlet, hogy van Magyarországnak egy olyan zeneszerzője, akiről azt mondják, hogy a legtermékenyebb magyar zeneszerző. És egy kicsit kapcsolódik az operett műfajhoz, az operett világhoz, hiszen Szenes Ivánnak az édesapja Szenes Andor volt, aki ugye a legnagyobb operett szerzőkkel dolgozott együtt, Kálmán Imrével, Lehár Ferenccel. És akkor ebből jött az az ötlet, hogy Szenes Ivánnak szeretnénk egy estet csinálni, ahol az ő munkásságát szeretnénk bemutatni. Nagyon széles a paletta, és nagyon nehéz volt kiválogatni azokat a számokat, amik helyet kaptak a műsorban, ugyanis Szenes Iván körülbelül 2000 dalt írt, amiről ő azt mondta, hogy 120 sláger is lett. Tehát nekünk ebből az óriási anyagból kellett kiválasztani azt, amit a nézők ismernek, szeretnek, de szólalnak meg olyan dalok is az egészben, amiket nem hallani minden nap a rádióban vagy a tévében. És valóban, ahogyan mondtad, széles a paletta olyan szempontból, hogy mi Szenes Andortól, a nagypapától, egészen Szenes Andreáig mutatunk be különböző dalokat. Az operett egy kicsit másabb műfaj, ugye nálunk hozzá vannak szokva a művészek, hogy az egy három órás nagy pörgés, énekel, tánccal, 300 jelmezzel. Itt ez egy visszafogottabb, koncertszerű előadás, amit valóban másképp kell előadni, másképp kell énekelni, de próbáltuk úgy választani a dalokat, hogy mondjuk egy primadonna is meg tudja mutatni magát ebben az előadásban, a Szenes Iván dalokon keresztül. Van egy korosztály, aki Szenes Iván dalain nőtt föl, de Kollár Péter úgy látja, hogy ezek a slágerek abszolút időtállóak, és bár nem mindenki tudja, hogy ez épp Szenes dal, mégis a mai napig minden nemzedéknek ismerősek a dallamok. Azt gondolom, hogy a Szenes Ivánnak olyanok a dalai, hogy a fiatal generáció is abszolút tudja őket. Van a műsorunkban egy ilyen pont, amikor beszélgetünk erről a közönséggel, és én abszolút ezt látom, amikor megszólal mondjuk a kicsi gyere velem rózsát szedni, vagy a nem csak a 20 éveseké a világ, hogy a nézőtéren ülő 10 pár évesek is, akiket mondjuk a nagymama vagy a szülők hoztak el, ugyanúgy éneklik ezeket a dalokat. Szeretnénk a Szenes Iván ennek a nagyszerű szerzőnek egy emléket állítani. De azt gondolom, hogy nem is nagyon kell, hisz a lánya Szenes Andrea olyan méltóképpen tartja a kezében ezt az egész dolgot, és őrzi, ápolja az édesapjának és a nagypapájának az emlékét, hogy a nézők tudnak erről. De mi is szeretnénk erősíteni ezt a dolgot, igen. Oh!
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!